alakul a buli. Nagyon alakul. Light-up edzésen fogok részt venni, ez az óratípus, ez azt állítja, hogy aki részt vesz benne, az egy féktelen bulin találja magát az edzőterem helyett, és azért jöttem, hogy kiderítsem, tényleg így van-e. A rudak, amivel most így a kezdetekben dolgozunk, az ugye egy hungarocell anyagú rud. Ebben három különböző szín világít egyszerre. Meg fogjuk változtatni. Ugye ez pont azért van, hogy mi is így a kezdetekkor megnézzük, hogy mennyire tudják használni, mennyire áll a kézre, mi az, amit alakítani kell majd a gyártáshoz. Ez még így is villog, vissza, össze-vissza. Akkor szerintem csináljuk és próbáljuk ki, mutasd meg, hogy ez hogy fog. Akkor a másikban is alakít. Egy kettő? Kettő. Mentem egy buliba, és akkor kezdték el mondani, hogy Sityu, miért nincs egy ilyen óra, ahol így jönnek a fények, és üvölt a zene, és akkor ilyen techno, de hogy nem ez a hard. És abban a pillanatban reflexből azt mondtam, hogy hát lesz. Ez nekem nem edzés, nem tánc, nem aerobik, ez úgy egy ilyen, egy elmegy az ember bulizni, és kap valami pluszt, és kitombolja magát, és akár 6 órán keresztül izzad, és nem érzi, és van egy olyan érzés, egy plusz feeling, amit így utána hazamegy, és lehet, hogy fájnak a lábai, fáj mindene, észre se vette, hogy eltelt az idő, és közben azt érzi, hogy úristen, végre kitombolja. Voltam magam. Nagyon sok vendégem régen azért nem mert bejönni az óráimra, mert hogy ő mások előtt nem mozog, őt látják, őt zavarja, hogyha tényleg figyelik, másképp néz ki. Itt annyi fény van, hogy az óra követhető legyen. A plusz fény, ami maga a kivetítő, az viszont ad annyit, hogy magát az emberi formát lásd, de ne kelljen attól tartani, hogy úristen, most jól csinálom, most elrontom, hanem mindenki elengedi magát, és ahogy jön. Bulinak azért nem nevezném, mert azért megdolgoztatja rendesen az embert, meg figyelni is kell a koreográfiákra, viszont a neon hungarocellrudak, meg az egész zene, meg a látványvilág miatt mégiscsak visszahozott valamit a bulik hangulatából, úgyhogy aki unja a mezei sima aerobik órákat, az mindenképpen próbálja ki.